Boldog új évet mindenkinek! A sok töltelékes káposzta, sok beigli után a legtöbb ember elhatározza, hogy elmegy sportolni, ezért úgy gondoltuk, hogy a következő videóink a sportról fognak szólni. Mivel a pszichológia igazából egy nagyon nagy tudományág, ezért nem lehet mindenki szakértő minden egyes részében, pont emiatt megkértem Miko Alin barátomat, hogy jöjjön velem és beszélgessünk kicsit a sportpszichológiáról, mivel ő sportpszichológus. Szóval én Molnár Hunor vagyok, ő Miku Alin lesz, és ez itt a Kijárat! Szalúdhallim! Jó napot kívánok, tisztelt Nézők! Ugye te sportziológus vagy, ahogy említettem már, az érdekel igazából, hogy hol volt az a képzés, milyen volt, mit, miket tanultál? Így röviden, ha összefoglalni, az jó lenne. Ezt a képzést Bukarestben csináltam egy Smart Psi nevezető a Pszichológiai Egyesület szervezésében, aki szervezték ezt a sportpszichológia képzést pszichológusoknak és sport Testnevelő tanároknak is egyaránt szólt ez az egész, és ami jó volt benne, hogy a, a Román Olimpiai Bizottsággal együtt dolgoztak. Uh -huh. Oké. Okay. Az első kérdésem, már igazából most a második kérdésem, arról szólna, hogy mivel különbözik a sportziológia, a pszichológiának a többi ágától. Ugye beszéltünk arról, mond, beszéltünk arról az elején is, hogy hogy számos ág van a pszichológiának, az érdekelne, hogy mi az, az, amiben a leginkább eltér a többitől. A sportpszichológia, ugye ez is egy pszichológia ág, nem tér el sok mindenbe a többi pszichológia ágtól, annyi, hogy jobban koncentrál a sport életre és a sportolók mentális felkészültségbe és teljesítménybe. Tegyük fel akkor, hogy bemegy egy sportoló, mondjuk hozzád, és szeretném terjeszteni egy sportolóra. Pontosan akkor mivel kezdesz el dolgozni, el Mi az, ami, ami, amiket mondjuk kérdezel, vagy amiket mondjuk tudsz javítani, vagy amiket, amit, ami segítesz rajta igazából? Elsősorban tisztában kell legyek én azzal, hogy mit jelent a teljesítmény a sportoló számára. Ezen túl egy sporciológus, egy sportolóra segít, egészen a felkészüléstől, egészen a nyeremény feldolgozását, vagy akár egy veszesség feldolgozásában, és uh, úgy érzem a legnagyobb szerepe a sporciológusnak az, hogy segítse a sportolót, hogy motivált maradjon mindig, hogy a legnagyobb teljesítményét érhessen. Uh -huh. Foglalkoztok ilyen ilyen burnout kiégés szindrómákkal, esetleg uh, egyéb mentálbetegségek, esetleg mentálbetegségekkel is vagy ezt uh, ráhagyjátok a klinikai vagy uh, pszichoterápiás emberekre? Ez egy nagyon jó kérdés, mert én az zén részemben elfelejtettem mondani egy uh, sport uh, pszichológusnak uh, ez is az egyik szerepe miután a sportoló, uh, úgymond kiégett a szakmájából a sporciológus segít neki, hogy átlépje és esetleg visszatérjen a civil szférában, vagy hogy kapjon magának egy más biztos pontot. Uh -huh. Nagyon sokszor a, ugye a sportolók, pláne, hogy a híres sportolókról beszélgetünk, van egyfajta közismertség, gondolom ebből is jön egyfajta nyomás. Ezzel is foglalkoztok, hogy hogyan dolgozzák fel mondjuk az ismertséget maga az, hogy róluszul minden egyes hír? Igen, ez is egy fontos szerep a... A pszichológusnak, pont, ami, amit említettem, hogy a sportolók is emberek, nekik is vannak érzelmek, és ezt a nyomást fel kell dolgozni, mert nagyon sokszor egy plusz stresszfaktor, ami a teljesítményt tudja zavarni. Szóval a sportpszichológus, ahogy említettem, motiválja és segíti a sportolót, hogy, kon hogy koncentráljon csak a célra, és ne a külső ingerekre. Uh -huh. Szóval ezünk egy kicsit a vizekre. Nekünk az egyetemen folyamatosan azt mondták, hogy mindennek kell legyen ugye ö, olyan alapja, ami tudományosan be lehet bizonyítani. Ö, ugye vannak iskolák, akik mondjuk ezzel nem értenek egyet, de hogy pont a miénk, a Kolozsvári Iskola, az nagyon hangsúlyozza ezt. Az érdekelne, hogy mondjuk mennyire tudomány, vagy mennyire számít elismert tudománynak mondjuk maga a sportpszichológiai önállóságában, vagy csupán azért lett tudomány, vagy azért számít, hogy tudomány körnek, mert mondjuk a pszichológiából származhatott. Hú, ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon jó kérdés. Hát egy relatív új a, pszichológiai ág, és a, nem igazán ismert még, de a sport nagyon fejlődött, nagyon modern sport lett egy modern világban, és 20-as években rájöttek az emberek, hogy a, nem elég az, hogy technikailag és taktikailag uh, ott vagy a pályán és csinálod azt, amit tudod, hogy kell csinálni, hanem uh, van valami plusz, ami... Uh, Fejben is a... ott kell Ami különbözteti a uh -huh. két uh, játékos, két csapatot, és rájöttek, hogy ez a pszichés része az egésznek. És uh, rájöttek, hogy uh, jó lenne ezt is kutatni. Uh -huh. Igazából uh, egy első írás ami Amiben már lehet kapni olyan példákat, hogy hogyan lehet a sportot uh, kivizsgálni pszichológiai szempontból már 1895-ből származik. Uh -huh. Azt még nem ismerték el, de egy nagyon jó induló pont volt ahhoz, hogy uh, elinduljon egy ilyen uh, pszichológiai jár. Uh -huh. Ez az írás uh, Edward Willard Scripture-nek volt a könyve. Gondolni, érezni és csinálni. Teljesen mint különálló pszichológiai uh, ágnak elismerték 1913-ban egy uh, olimpiai uh, kongresszuson uh, Lozán városban. Uh -huh. Akkor kezdték jobban kutatni, és kormán Griffith, az, akit uh, sportpszichológiai atyának neveznek, úgymond, mert uh, ő mondta először, hogy mi lenne a szerepe és porciológusnak. Akkor ma nagyon kis, is kérdezek, hogy mi lenne akkor a szerepe és porciológusnak. Mai nap, a, mivel a sport is nagyon fejlődött, a sportziológia is fejlődött, és nagyon sok szerepe van egy sportziológusnak, viszont Kormán Griffint akkor úgy ítélt ezt az egészet, hogy a sportziológusnak a szerepe az, hogy mutasson egy példát a fiatal játékosok és tapasztalatlan edzőknek, hogy miért sikeres egy uh, tapasztalt játékos vagy egy uh, edző. Uh -huh. De alapjáraton végül is maga ilyen kézzelfogható tapasztalat nem tudott átadni egy sportpszichológus. Tehát mondjuk, hogyha valaki hokista, vagy a gyertsban mindenki hokizik például, vagy nagyon sokan szeretik a hokit, akkor nem fog kapni mondjuk egy, egy több tapasztalatot. Tehát ez inkább akkor ilyen szellemi, vagy ilyen, ilyen uh, Hát igen, inkább ilyen szellemi tapasztalatról van szó, vagy inkább arról, arról beszélsz? Igen, Griffith pont uh, erre gondolt, hogy uh, kellene mutatni egy pszichológiai profilt a tapasztalatlan edzőknek, és használják azokat a pszichológiai elveket, amit használnak a sikeres edzők, hogy átadja, ezeket az elveket igazából uh -huh. adja át, és próbálja ki a tapasztalatlanok, hogy érék ők is a sikert. Uh -huh. És akkor itt mondjuk ilyen megküzdési stratégiák kerülnek előtérbe, vagy, vagy mondjuk vagy megtanulják, hogyan higgadjanak, maradjanak higgadtak mondjuk játék közben, vagy ilyen, ilyenekre kell gondolni elsősorban? Pontosan ilyenekre kell gondolni, viszont uh, azt is említeném, hogy uh, ezt a pszichológiai felkészülést, ez egy nagyon uh, komplex uh, edzéstervet... Uh, Igénye, és egy uh, pontos edzés tervet kell pszichológiai uh, téren is azért, hogy a játékos verseny közben, teljes mértékben ott legyen. Uh -huh. Itt uh, ugye előkerült már maga a teljesítménynek a fogalma is, hogy mondjuk miképpen tud egy porciológus mondjuk fejleszteni a teljesítménye magát. Tehát mondjuk én tudom, hogy nem szívesen állom soha senki ilyen különböző technikákat, de esetleg ha valamit tudnál erről mesélni. Mondjuk hogyan, hogyan dolgoztok, hogy mit tudom, egy egyfajta profilt annak szempontjából, miket csináltok, hogyan dolgoztok? Ez ami engem nagyon érdekelne például. Hát els, elsősorban nagyon fontos, hogy a maga a sport pszichológiai profilját valahogy közösen építsük fel, és közösen Értsük meg, hogy mit igényel a pszichológiai szempontból az a sport. És ez mondjuk egyénekre lebontva? Hogy külön profil készül mindenkiről? Ez egy sportprofil. Minden, sportprofil, minden sportnak van egy külön pszichológiai profilja, ami száma kell venni. És ahogy említette már, a sportolók is embere, és mindig van valami, ami le van maradva a és azokat a dolgokat közösen megkeressük, és fejleszünk. Uh -huh. uh, ugye itt a pszichológiával engem is nagyon sokan jönnek azzal, hogy hogyan tud működni a pszichológiai tudomány, hogyha egyénre van szabva, hogy olyan lehet általánosítani. Pont ez a kérdés jelent meg nálam is, hogy oké, van egy, egy profil, gondolom, ami valahol fel van rakva, hogy milyen kell legyen, mondjuk egy hokista, egy focista, egy kézilabdás, egy teniszerző. Gondolom, van egy ilyen profil akkor csinálva valahol. Igen. Ha jól igen. értem. És akkor, hogy mindenkit próbáltok ebbe a profilba mondjuk bele integrálni vagy belerakni? Nem, hanem minden sportolónak, vagy minden csapatnak megvan a saját célja. Uh -huh. És ezzel kellene kezdeni, hogy lássuk, hogy hol akarunk elérni. Mert van például, aki olimpiai érmet akar nyerni, vagy van olyan hobbi, amatőr, sportoló, aki azért jöhet hozzám, hogy maradjon motivált, hogy sportoljon uh -huh. tovább. Le lehet, hogy neki az az érem nem fontos, hanem csak a mozgás, uh -huh. és motivált akar maradni. Tehát akkor, akkor mindenkinek úgymond a, a személyes motivációját, a személyes uh, akaratát vizsgálod felül, és akkor ezzel próbálsz dolgozni utólag? Tehát, hogy magam, hogy megpróbáljam meg próbálja tartani a saját motivációját? Igen. Meg hát, a próbál motiválni? Szerintem a teljesítmény egy a, relatív, egyéni fogalom, uh -huh. és mindenki úgy fogja fel azt a teljesítményt, ahogy szeretne, és a, nagyon fontos, hogy a, tudja pontosan, hogy mit jelent neki, mi az a cél, amit el akar uh -huh. érni, mikor. Ez szerintem a, érvényes bármilyen pszichológiai ágban, uh -huh. klinikai, terápiás ágban is. Mondjuk az annyi, hogy a teljesítménynek annak vannak azért valamilyen formában, még a szu, viszonylag szubjektívnak gondoljuk ki is, olyan fizikai mérő eszközé, mint mondjuk a, a gólarány például, vagy, vagy ilyenekre gondolok. Ezeket valamilyen formában azért lehet mérni is. Lehet mérni, pontosan, de pont ezt próbáltam mondani. Hogy, hogy, azt hogy ba... számít, hogy a pszichológia hogyan értékeli ki? Van, aki uh, amatőr sportoló, és van, aki uh, rendesen arra küzd és ebből él. Uh -huh. És itt, itt vannak akkor a különbségek. Igen. Oké. Okay.